Az első 10 percet leszámítva megélénkült a játék a második félidőben. Castrati, középrenyesi, van érkező, Katona, duplázhat és dupláz. Katona Bálint góljával vezet a Fehérvár, és nem csak vezet, hanem fordít a Kecskemét ellen. A második olyan szituációja Katonának a második félidőben, amiből eredményes tudott lenni. Volt már egy kapufája, ugye? Ezúttal nem hibáz. A 14. mérkőzésén megszerzi a 4. és az 5. gólját is Katona Mátyás. Gyönyörű az átvétele, ott ragad a lábfejénél. És még a levegőből, anélkül, hogy lepattanna a labda, anélkül bevágja a hosszúba. Gyönyörű technikai megoldás Katonától. Szép gól. Castrati beadásának valósággal szeme van, és onnantól kezdve már vert helyzetben volt Varga Bence.